Sound resumed. Hallo. Gut, ich war seit du. Ja. Oh, az vagy alattam, jaj, de cuki. Hát igen, most nagyon jó. Na, elmentem WC-re, mindjárt jövök addigra, valami zenét. Power Royale-hoz update? Nem nagyon. Majd Erzait most elmondja, én mindjárt jövök. Vagy nem tudom, hogy mit mond Erza, valamit. Nem, mondok valamit. Ja, bocs, itt vagyok, mit kell? Epekedben? Mit vártok epekedben? Sorry. Csak én még mindent setupolnom kell. Jaj, már egész nap losztálkoztam ennyi. Bezárt ajtón is megoldja a macska egyébként. Persze, mi a faszra is csinálná. Na itt vagyok. Gyerekek. Erza indítja a Lost Ark-ot. Ne, azt, hogyha be kell törni valahol a macskát fogjuk vinni. Bezártam mindkét ajtót, az egyiket kifeszítette, a másikat meg most éppen mindenki kinyitja a kilincsel. De ezeket úgy beburult forszoltam, hogy fogta egy fentről ráugrott egyébként is kinyit. Az legutolsó Poe Royal Twitch Rivals óta nem játszottam. Jó lesz. Én se ugye. Most próbálok keresni egyébként valami Atlasz fát egyébként. Ami talán fölbasz egyébként, hogy az, hogy olyan emberek jelentkeztek, akik zéro órát játszottak a játékkal, csak a susu miatt vannak itt. Persze. Még az annál jobb egyébként, mert az ilyeneket lehet izé. De ezért az se jó egyébként, hogy nem kiire megy a dolog amúgy. Hanem mindenki majd izé hány... Ja, hanem hogy hide and seekre megy az egész, amilyen Pepe szerintem. Be lehet amúgy már lépni egyébként? Én beléptem. Na?
Ja, beléptem. Jaj, ne, nagy sorba leszek. Ezeket levesszük, ezt nem is tudom hova kell rakni. Talán ide, így. Ja, Taylor. Szia, Róka. És volt a meta, a duelist, azt hiszem. Nem, mármint hogy én duelistet nyomtam, de nagyon sok minden más is jó. Karp játszott ezért is. Tehát boss skilleket is játszott, ezt ő nyert az előzőt, de játszottak ezért is, kastert is. De szerintem a legegyszerűbb talán az én duelistet nyomok. Szerintem az talán a legegyszerűbb. Egy Molten Strike vagy Elemental hitte. Két long range-es mili fegyverre. Amint érted nézével. Mi is volt még a meta? A Fizz volt a meta? Vagy pedig Weapon Chaos, Ranger. Nem? Chaos, nem. Chaos nem volt meta sosem? Chaos, nem, abszolút. Mi hát izé blightolni? Vagy az nagyon... Dehogy is, hát itt lófasz, az még az elején volt, amikor potátók nyomták. Ezt nerfelték is. Blind on hit, biztos, hogy van, hol van. Na, Balor mágus. Meg is nézem. A pontokat. Hát ja. Ice Stabber, 25% blind enemies on hit with attacks. Ott is van. Kb. Kirakom a expert fencert. Talán még a Reign of Reigning Champion. Ingén vagyok. Lép be, azt nézd meg a ingén. Ja, be lehet menni? Hát én beléptem. Ja, milyen nevet kell megadni? Hát e-mailbe írták. De nevet. Mi szerint milyen nevet? Hát gondolom az, nem, én Conti azt írtam. Gondolom a legközelebb, amit tudsz, mert a számokat nem lehetett beírni. A Twitch nevethez. Igazából írhatsz bármit, nem? Hát gondolom éjjön. Annak van értelme, hogy a legközelebb írod azt, ami a nevethez hasonlít Twitchen. Ja. Miért akkor írnál bármi mást? Akkor nekem az nem, hogy Niles Killer Hun, ugye? Aha. Az jó. Nagyon jó. Na, ja, Washington DC. Fantasztikus. 102 MS. De ugye játszottam ezért is. Egyébként az is nagyon erős. Bár nem ezen a Royalon játszottam, de az is nagyon erős volt. Slamet. Hogyha olyan fát raktál. De amúgy a lightning skillek még nagyon durvák. Csak szerintem most kell a gem level meg unleash. Hol van H betű? De nem, S betű, P betű. Az a baj a Blight-tal, hogy PvP-zni Blight-tal nem nagyon tudsz, mert így elszaladnak az emberek. Nem nagyon lehet vele egy... A Blight nagyon menő volt, emlékszel? Komar most is van. Volt. Most is van Blight. Szakadozik a hangod, vagy mindenki? Nem. Mert mi van? Nem szakadott a hangod sem. Nem, mint a szakadna a hangod TSM. Nem szaga. 30% paket hosszod van. Akkor de csak TSM. Ja, jó. Yes. Bató rivális. Eszetlen esések. 30 és 2 óránál. Kiáltójel. Hát még vagy 40 perce feldé, úgyhogy... Havocs nézd meg itt a Havocs van meg... Havocs, meg Udli. Istenem. Meg Slepi Darfi. Ajjajjaj. Ízése volt rossz, a Rolling Magma. Rolling Magma, csak ezekhez meg GMP kell.
meg Unleash, GMP Unleash, ami progyos. De például Divine Iyer, meg... Én például nyomtam ezért Shock Novát, Shock Nova Unleash, az is elég kemény, vagy Divine Iyer, az csak simán nagyon kemény, hogyha van, ki vannak rakva a lightningos nódok. Szia Lóaklan, köszi. Meg kell adnom az új streamcsot, édes. De szerintem talán mondom én, amit én toltam, az csak semmi a izé. Two One Hander, lézével, nagy weapon range-el, és ezért kiveszed a milli nódokat alul. A dual wield-es nódokat pluszban még, azt nyomtam. Cyclone van egyáltalán? Van. Jó a Cyclone is, csak az, hát ja, nem tudom, nem könnyű azt pullolni. Igen, valószínűleg a Starsi. Bár Karv az múltkor nyomott, és neki is ilyen MS-e van, ő is Európából nyomja, és ő nyert amúgy. Csak én mondjuk, hát, nem gáz kimondani, hogy ő jobban várja a gémet, mint mi ketten összeadva. Hát jó. De szerintem még ő is azt mondaná, hogy csak akkor nyomnék boss skillt, hogyha mit tudom én, azt találsz egyből, egy fasz a bobot esetleg, vagy boss skillt találsz egyből, és akkor mit tudom én, találsz hozzá dolgokat. Mert amúgy tényleg éc. Nehéz amúgy is boss skill-lel, mert tényleg az MS miatt lassan történik a dolog olyan emberhez képest, akinél, tehát aki enéből játszik. Másrészt meg, hát boss skill-lel így valamennyire azért célozni is kell. Millivel így odaállsz, hát, odamész mellé, és így érted. Arra nem is beszélve, hogyha rádugrik egy milli skill-es, és mit tudom, leblindol, és valami bow attack skill-el, vagy hát közelre, nem is tudom, hogy tudsz hitelni. Jól. Addig jó a bow skill, amíg távolról tudsz lövöldözni. Csak hát ugye endgame-ben nem tudsz távolról lövöldözni. Jó, okay. Az igazság, hogyha te találnak movement skill-t az emberek, akkor amúgy sem tudsz távolról lövöldözni. Az igen, Tixer. Nagyon durca. A blockchain az nagyon fasz, de van egyáltalán bármi értelme? Semmi értelme. Ez hol van blockchain? Mage-bén bal alul, a bal alsón. Ilyen bal alsó. A bal alsó rész, tehát nem az alsó, hanem a bal alsó. De ott hol van? Ja, nem nagyon szerintem. Ott azért szokták, ott azért nyomatták a bleedet. Meg a stunos endurance charge-os ezért. De azok nagyon ritkán jöttek be a stunos endurance. Az a baj, hogy lassú, kicsit lassú. Nehéz vele mit csinálni, csak az a baj, hogy valaki odajön, azt megrak, mielőtt így ezt tanulod. De hogyha ne tudod tanulni, akkor valószínűleg így kb. Meghalt. Köbben szerintem így az impale, a két fegyver, és nem is tudom, ilyen ground slam-mel talán lesz tanulni, és csak folyamatosan baszni az impale-t rá amúgy. Jó az. Meg a mézé, mi a faszom az? Sweep nagyon baszó. Kimeltek ilyenkor character selection-re új kter csinálni vajon? Igen. Sweep nagyon baszó. Hát akkor dualist, I guess. Hát mondom, azok is jók, amiket mondtam, csak nem tudom, hogy azt mennyire tudod meghúzni. És itt elfiltert nem lehet állítani, ahogy... Jó, hogy mondod. Be akarom állítani a... Auto-equipet. Állj be szerintem. Valós.
Mert lehet, hogy azon fog múlni, hogy fővegye egy izőt, egy valamilyen itemet, ami számít. Fast tracking. Nekem alapvetően be van kapcsolva. Hol van? Hello. Game. A game? Ja. Ja, nekem be van kapcsolva. Nézegettem a fát egyébként, mert valami szintén nagyon egyáltalán játszottam most. Mindegy, mert elvileg most még ézel is lesz. Amik az nagyon kretén, hogy megnézed a... Nincs írva. A közepén igen, indulsz, ugye? A közepén indulsz? Vagy honnan indulsz? Nem, mert szóló Twixer, ez szóló. Közepéről indulsz. És hát nem a közepéről indulsz, hanem a körön kívülről és meg belülről is indulhatsz. Aha, mert én azt nézem amúgy, hogy amúgy nagyon csúnya, hogy van egy olyan... Körön belülre is rakhatsz, meg körön kívülre is rakhatsz. Van egy olyan az, hogy 50% chance to avoid being stunned. Hát... A középen akkor... lévő dolgok azok ilyen endgame izék, amikor mit tudom, és azt mondod, hogy na, sok lightningos van, azt kirakod a lightning resistet például. Nem mutatod az egreden, hogy te hogy hol kezdesz amúgy alapvetően? Én csak kirakom itt az... Ezért one man leaves. Ja, szem. Úgy indulsz, aha, és akkor te befelé is tudsz menni, vagy befelé hogy mész a legesleg? Ezeken a pontokon tudsz, itt mutatom. A vagy középen hogy mész be? Hát azon is kezdhetsz. Ezen a hármon kezdhetsz a középen, belül. Ja, értem, hogy működik. Aha, hát belül vagy kívül kezdesz. Hát én belülre nem szoktam, és hát nem szoktam, hát egy éve játszottam ezt a szem. Pinterként kapsz két pontot, nem? Aha. Én kirakom a One Man Leaves, Expert Fencer. Az jó, az Expert Fencer az jó, mert azzal jobban tudsz farmolni. Aztán utána eldöntetlenül egy Reigning Champion, azzal még durvábban tudsz farmolni. És akkor utána kirakom az Ice Stabbert, esetleg rakhatsz Pride of the Arena-t, vagy lemész, én leszoktam, én lementem eddig a dual véles nódokon. Ez a Molten Strike még ilyesmire jó. Molten Strike, Elemental Hit, ez a kettő szerintem, amivel ezt nagyon jól tudod nyomni. Nagyon másra nem tudom, mivel tudnád ezt. Esetleg Cleave, de az szar. De 200 pinges. Hát 102. 110. 102 és 110 között. Nem lehet pracolni. Csak a menübe állunk. Most hát nem a menübe, de jó. Ja. Hát a projectile-os meg az ilyen... Van már suppressi, spell damage-es, vagy phase. Valaki annól valami eszetlen izét vinne. Endurance charge-os izét, taktikát. Azt mondom, hogy van elég sok lehetőség. A projos is jó például, hogyha mondom ilyen spell projottolsz, unleash rolling magma, az nagyon durva. Jézusom! 250% increase critical strike chance with elemental skills. Igen. Azért mondom, hogy lightningos, meg van olyan, hogy lightning skills are lucky. Ja nem, damage with 100% increase critical strike chance with lightning skills, damage with hits is lucky. Ez a cruel bolt is. Tök mindegy, milyen karakterre kezdesz, az csak a starting fegyveredet. Igen. Ja, az igen, az nem számít. Hát azért mondom, hogy kezdhetsz mást is. Én úgy láttam, én úgy éreztem nekem, hogy a spell-es, tehát spell-el játszani körülményesebb nekem. De még egyébként az untouchable is amúgy nagyon kretén. 10% chance to freeze, nearby enemies are chilled például. Ott van még 20% basic izé, a freeze chance. Amit én nem nyomtam és nagyon jó, az például bármilyen izé, extra trap, amúgy, azt mindenki nyomta, de én nem nagyon. Flamethrower trap ilyen például. Ja, hát például flamethrower trap. Az olyan nagyon sok, tehát extra damage és izé, területet izél. Meg bármilyen kiegészítő skill, például tudom, hogy cold snap tudod, vagy ilyesmi. Amivel esetleg slow walls, vagy az is izé egy kis, lehet egy chill tracks valakire, hogyha eltállod. Az kb. Ezek bármivel játszod, akkor így okésak, csak hát kell neki gemszín, hely, szloket. Nem tudom, hogy változott-e úgy igazán magad, tehát a trapes nódokat nem is néztem még például. Sziasztok. Az Francis. Köszi, örülsz, van facecamon, köszi. Be kellett rakni, kötelező facecamot rakni, szóval úgy gondoltam a kamerámmal coming out-olok a kinézetemmel. Szia entitás, köszi. Nem tudom, ilyenkor mindig... Lehet, hogy nem látszik, de ilyenkor nagyon mindig szoktam izgulni. Pedig nem nagyon van miért, mert így az utolsó is kap, tehát az utolsó is nyer. Azt
nem tudom látta, de van egy olyan 300% more critical strike chance enemies that are on low life. Annak a vége ja. Ott jobb fent van egy olyan, hogy 1000% more, tehát more critical strike chance enemies that are on full life. Vágom, amúgy az izéni van, nem? Meg az a power chart-nál van, nem? Vagy nem ja, tudom, hol van. Van 30 másodperces headhunter effekt. Jobb fent. Ja, igen. Azt mondom, hogy ott a power chart-nál van. Ott a káoszos is amúgy. Pedig annyira szar meg a káosz. Headhunter-s az szar nagyon. Hát ja. Bármi onkill, onkill cucc az elég gyönge amúgy, sajnos. Az a gond, hogy nem lépsz ennyi szintet. Nagyon maximum 10-es szintű leszel a végére, nem? Az 20 pont, vagy mennyi? Hát ha 10-es szintig el tudsz menni, akkor jó esélyben tudsz lenni így a top 15-ben mondjuk. Nekem volt már nagyon, hogy nagyon elmentem XP-be, azt megjött izé Tile Killer Dead End Doom-mal együtt, azt inkább engem választottak. Beugrottam kettőjük között. Gazi TV, you are ready to lose, hides behind the tree. Szia Poki. Nekem úgy hatalmas szekundár szégyenérzetet keltett egyébként ez az egész bálisos Discord szerver amúgy. Mert? Hát nem tudom. Olyan fura vibe-ja van. Láttam, hogy utána eszetre kezdték spamolni, hogy valamilyen spanyol lányjal akarnak fortizni például. Ja, hát ott azért része az olyan, ja. Hát Ádám, most jól beszoptad. Mert nem változtam, nem vágtam le azt a kis hajszálat a fejemről. Jó, hát én amúgy látok itt egy fejben egy tök jó mage fát amúgy, ami szerintem tényleg, hogyha valami jó lightning spelled van és mi egymás, az a lightning az nagyon kretén tud lenni szerintem. Ja. Mondom, a Divine Eye-re volt, hogy így azonnal eltüntettek embereket, de sok Nova is amúgy. Csak én úgy érzem, hogy a sok Nova az például kell állni is. Meg a Divine Eye-hoz kell az, hogy így, nem tudom, lassan kasztolod. Martyrs Legacy, Elemental Resistances are 0, damage per at least 20% of enemy Elemental Resistances, ugye? Amúgy az egyébként nem rossz. Ha nincs nagyon resisted a végére, akkor simán jó. Most érted, ez ilyen 10-15 resisted, elsőrész 20% damage, vagy izé elemental penre. De azért 30-40-et tudsz hozni amúgy, mert főleg itt ilyen elemental gyűrűk esnek, ha jól emlékszem. Aha, főleg. Örülsz, ha bármilyen gyűrű esik. Na. Nem hiszem, hogy bármikor volt 30-40 resistem. Én ezt például nyomtam, hogy Molten Strike, és a végén átmentem az elementálos nódokra, nem úgy. Akkor már nem is oda kéne elmenned, nem is az elementálos nódok. Vagy de igazából, de jól mondod. Hát de, ezért kiraktad a, mit tudom én, az Energy Belt, az cseh, például. Jaj, az Energy Belt az mondjuk patent.
Vagy a Elemental Adaptet és akkor crit. A Blind amúgy a Super Cretin volt. Hát ja, mert hogyha kirakod lenne a Deadly Dance-et meg a Twin Savagery-t, az a dupla dual védes node, akkor ott kapsz még Maim-et is, és a Twin Savagery-ből meg kapsz crit chance-t. És akkor ugye, hogyha föl... Ja, a jobb alsó, alul, középen és jobb alul. Ja, Twin Savagery, aha. És akkor... És még a Deadly Dance az meg, meg Block is. Az meg a Maim-es, aha. Attack Speed, Maim. Hát de a Maim már nem csinál sok minden, csak Movement Speed-et. Hát az a végén, az kurva erős. Mert ott egy Movement Skill-en számít egy csomószor, hogy el tudsz menni. És az le vagy slow, addig, és nincs movement skill, addig lehet, hogy meghalsz. Aha. És az a baj, hogy egy csomószor nem tudsz beleállni egy egybe, mert megütnek, és mit tudom én, leblindol, akkor lehet, hogy már alapból 20% HP-val kevesebbről kezdesz. Ilyen szempontból például a spell buildek azok jók ezek ellen. Egy unleash-es valamilyen spell, amire ráugasz, azt nyom egy unleash-es sok novát, vagy egy... Én annó szarrá basztam egyébként embereket valamilyen... Hát azt mondom, az kurva kemény. Amikor játszottunk, az jó volt, amikor egyszerűen játszott. Mert azért nem nagyon tudsz oda menni. Ennyi ez. 6 pontot, mondjuk az a kritest tudsz is megérni egyébként. A jobb fent amúgy. Kimérsz a 10% increase damage-en. Hát csak nincs ennyi pontod ezekre már. Kapsz 300% more critical a low life-ra és 1000%-ot a full life-osokra. És azért az kurva sok egyébként. Chance. Jó igaz, csak chance ugye. De az nagyon sok pont, tehát az 3 szint. 3 szint, ja. Hát figyelj, én 6 szintből kirakom az egész lightning node-ot. Tehát a bal felső részen egész végig ki tudom rakni a lightningot 6 potból. Önantól izé defense-re akarsz-e menni. Van itt ilyen mana opció is amúgy odafönt. Csak nem tűnnek olyan baszó. 2, 3, 4, 5, ja. 6, level 6-ból ki tudod rakni a lightningot. Tehát kell, hogy level 6-ból ki tudsz rakni bármit amúgy. Mármint úgy bármit, hogy ezért is ki tudom rakni én is. De igen, azt gondolsz, hogy... Hát annyi, hogy neked mivel spell, neked vagy gem level kell, vagy support gemek kellnek. És ugye az necces, hogy kapsz support gemet. Ilyen szempontból azért az jó. Én nem losztárkozok. Nincs sajnálatos módon időm se poézni, teljesen új játékot meg magamba abszorbálni, aztán végképp nincs. Meg valahol nem is tetszett. Az a videó, amit a izé nézett, az magad nézett, ahogy egy valamilyen külföldi akcentusos faszi elmagyarázta azt, hogy lehet mondani, hogy pay to win, meg nem pay to win, de hogy elmették egy nem pay to win embernek valami 8 vagy 9 alt karakter kell ahhoz, és hogy azokat is felgírálni, hogy te max gearben legyél fizetés nélkül. Mert hogy nem tudsz kiszedni annyi currency-t a játékban free to play-ként, tehát hogy totál nem fizet semmit, anélkül a szezon végéig nem tudsz max gíres lenni. Én valami ilyesmit olvastam is. És azért valahogy kicsit szomorú. Nem hülyeséget, ezt egy faszi nézte, aki kiszámolta és játszott vele az orosz kliensen, és azt mongolt, és szintén megnézte, és ő is értelmezte, és ő ráadásul ezt úgy értelmezte, mert ő egy olyan ember, aki nem nagyon szeret altozni, hogy van egy darab fő karaktered. És valahol értető. Én nem tudom, Tarsi. Azt én sem tudom, Tarsi. Lehet, hogy itt teljesen máshogy van. Bár azért is néztem, hogy elég sok consumable item valamit szintén lehet venni a shopban. Mindegy, én azt néztem, hogy lehet, hogy jó a játék, meg tetszene, hogyha játszanék vele, de én úgy vagyok egyelőre vele, hogy nincs kedvem belemélyülni a játékba.
Mert ha rá kell dobni $60 is, akkor igazából csak normál játékvásárlás, de ha 61, akkor már szar. Ez a Phoenix Revive izé fizetős, első körben rosszul hangzik. Nem azt mondom, hogy azt, hogy az ember ne rakjon bele pénzt, ezt én se így gondoltam, mert hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor valahol a Petofixál is egyébként egy pay-to-win játék a mikrotransz testebekkel nézve. Talán nem ilyen értelemben, mint mondjuk a Lost Ark egyébként, de ugye ott meg olyan hátrányod van, hogy nem tudsz mindent eltárolni. Én úgy megértem, sőt, nekem totál nem grilja rá egyébként az RMT, mert én például az RMT-t azt olyan értékben, én ezt az L2-ben éreztem úgy egyébként, hogy vannak nagyon jó Lineage 2 játékosok, meg rohadt gazdag Lineage 2 játékosok, és abban a játékban kurva sokat kell farmolnod. Jó, és ha abba belegondolsz, ott én totál meg tudom érteni, hogy az ember mondjuk 300-400 eurókért vásárol egy itemet, mert ő szeretne ezzel a játékkal játszani, ez egy totál nehéz játék, de neki erre nincs ideje. Én úgy vagyok vele, hogy ilyen szempont nekem az RMT is meg ilyesmi. Ezt talán úgy kell felfogni egyébként, hogy olyan lenne, mint ez a játék, ez a gaming, mintha egy horgászat lenne, vagy bármi másik. Alapvetően a hobbitba is érted beletolsz, veszel egy jobb horgászbotot, vagy a csali, vagy az XY dolog, amit venni kell a horgászathoz, ez tök ugyanaz a játékokra is szerintem. És én ilyen szempontból totál nem tudom elítélni amúgy a pay-to-win-eket, csak nekem nem tetszik az a modell, amit esetleg akár a Lost Ark tud képviselni. Hát igen, a kérdés az, ugye itt vannak a... itt vannak ezek a mobil játék koncepciók, hogy nem fontos egyéb, ki hozta föl, azt hiszem, nem is tudom kivel beszéltük, a Lineage 2 lett így felhozva, a Lineage 2 mobil egyébként, és hogy ott is azok voltak egyébként, hogy Lineage 2 mobilon is az voltam úgy, hogy 3-4 napot is kihagyhatsz úgymond, nem egy nagy probléma, viszont totál meg fog érződni, hogyha karaktert vagy ilyesmit akarsz váltani, hogy kezdheted újra a grindot, vagy még fizes 30 dolcsit, és akkor ugyanott tartasz, mint ahol a másik karakteren. Egész nap dolgozok, akkor nem jó játszani, igen. Hát, én talán nem is azt mondanám egyébként, mert ott meg talán lehet, hogy azt élvezett tudod, hogy akkor izé hazajössz, jaj, megjöttek a spanyolok, bassz meg a izé csetre. Ja, szóval nem tudom, ez attól függ, hogy ki mit szeretne például csinálni. Valaki, ez picit olyan, mint a PO egyébként. Hogy lehet, hogy az ember nem akar kigrindolni egy nagyon baszó COC-gírt, és akkor mondjuk 100 dolcsért például kap egy gírt, vagy hasonló. Én amúgy ezt is totál meg tudom érteni. Bár lehet, hogy az ember csak azt akarja látni, hogy megy előre, nyomja a jobb kliket, és szétrobban minden molekulákra, és akkor neki ez egy élvezeti faktort ad. Kérdez valaki spanyolul? Nem tudom, hogy lehet jó játék. Én nem leszek kíváncsi, hogy mondjuk én 1-2 hónap múlva hogyan tudják tartani a hype-ot. Mert amúgy nagyon szép eredményeket hozott, de lehet ezt az eredményt, ezt például az egész HR-nek köszönhető, meg az advertisement szekciónak.
ilyen, tehát hogy bármennyi pénzt bele tudsz tolni, tehát ha bele tudsz akár milliókat, milliárdokat, akkor lehet, hogy össze tudsz hozni dupla ekkora számot amúgy, amennyit játszottak vele. Viszont az lehet, tehát nem tudod az embereket viszont bent tartani a játékba. Én arra szerintem csak egy-két hónap múlva mekkora player számok lesznek. Hűha, most már többen lesz majdnem mint 50, az baj. Hát, ja, de hogyha belegondolsz, hogy a New World is egy tök jó példa arról szerintem, hogy a New World-nek is hatalmas hype-ja volt, brutális számokat mutatott, és most kíváncsi, hogy mekkora azok a számoknak a mennyisége például most. Mi? Van még New World? Hát biztos játszanak még, azt hiszem izé Fanny például még szokott játszogatni ott a fotistás community-val, ha jól emlékszem, nem tudom, játszanak-e még. Ja, nincs benne a top 20-ba, hogy mennyi ez. Mi ez? Ja, nem, Twitch-en gondoltam, rákeresek. Ja, hát igen, ez is elmond valamit. Csak ugye arra akartam... 2900 néző. Arra akartam kiukadni ugye, hogy ő... Arra akartam kiukadni azt, hogy kiáncsukítod azt, hogy egy-két hónap múlva mi lesz a Lost Ark-kal. New World, 37 000 játék, 37 000 játékos. Ha. Nem akarnak külső zenét? Hát akkor lehetőleg kéne kapcsolnom? Ajaj. Hát copyright, csak olyan zenét lehet, amit lejátszhatsz. Aha, hát akkor... Behúzzuk az in-game slidert. Elman végül is ide került? Most nézem. Mi? Nem tudom. Hát itt van ingem, köszönt neki ezért. Ja. D&D. Arra leszek még kíváncsi egyébként, az Elden Ringgel mennyien fognak játszani majd, mert azt nagyon várják például még. Jaj. Meg 14 perc. Ez a legrosszabb rész. Ez a legrosszabb rész benne. De? Én ezt nem bírom. Ja. Utána mehet egy kis pusika? Már csak 80% XP-ke. Nem? Mi? Milyen pusika? Vagy nem értem, bocs. Hát... 100-as pusika. Ja, mi hányas vagy? 99. Igen, hol? Várj meg, fickós van. A Darkoman is most meg akarja csinálni, de azt mondja, hogy ő már pólyaval álmodott. Hát olyan nekem is sokszor volt. Nekem nem. Amit nekem olyanok voltak ugye, hogy elmentem aludni, és arra ébredtem fel, hogy meghaltam. Ugyanezt számoltad el, és... ez valami közös lehet akkor nektek. Nem, ez ilyen amúgy, ez a... Preventálja azt ugye, hogy játék közben ne aludj el, vagy ugye ez a totál fókusz úgymond igazából. Totál fókusz. Totál fókusz!
gyorsan újraindítom a streamet. A brazil meg a... De szerintem pont ezért, ami a Steel nem is jelentkezett például amúgy. Mi? Pont ezért, vagy mi? Hát gondolom, hogy ilyenekért. Mert miért? Azért gond... Hát, mert azért Ausztrália... Rel... Ja. 400... Ja. Hát igen, igen, igen. Hát izéik is nyomták. Gucci? Nem, vagy nem tudom. Még az elején. Neki is ugye izé volt. De mi ez? Ez most lokál a zöld? Igen. 110. 110. Kriti! Most úgy érzem, hogy sokkal több EU player van. Ők néha lemegyek szád alá is. Most néztem, 99 is volt. Az a baj, kb. Olyan, ami már itt szerintem olyan fast-paced az action, hogy szerintem, ami ilyen 70 fölött van már, az is necces, hogyha egy PvP nézünk. Persze, fast. Fastnak a spacelése vágott. Az nagyon durva. Igen. Fast paced, igen. Nem, hogy? Fast paced. Mi nem Jeff? Ja, itt van a Cloudy. Persze sok softcore-os van Erza. Megtalálod a helyed. Ó, te! Akarsz versenyezni, Conti? Mibe? Egy darab gif szabba? Hm? De mit? Lesz jobb helyezésben végeredményként? Sose gifteltél még szabot, nem? Csak egyes sírt küldesz. De, nem, beszoptam azt hiszem. Volt ilyesmi, emlékszel, amikor én nekem is cuccuk kellett küldeni, aztán annyit kellett volna küldeni, hogy inkább azt mondtam, inkább ne csináljuk tovább. De most mit tudom, akik enéből tolják, és így amúgy marhára jók, azok el nem lesz esély. Tehát mit tudom én, Alkaizer, meg Tai, Havocs. Hát itt van Hellman is, Hellman. Izé is az, ja. Ki volt itt, akit mondtuk, hogy mondta, hogy kvitelte, aztán mégis volt. Hellman. Ja, Hellman. Nem Hellman, de hogy Hellman. Okay. Izé, I'm Exile is itt van, azt hiszem, nem? Igen. Nem tudom. Ó. Láttam. 63? Ajaj. Ha megszeret, nem láttam egyetem. Jelen? Lehet? Hány játékos van? Nem tudom, 60 valamennyi talán? De elméletben a pontozás, tehát a nyeremény az, tehát hogy kb. A reális esély az ilyen, jó, nem tudom, fejből inkább nem mondok ilyeséget. Jó volt.
100-től 50-ig, 50-től 25, 25, 15? Már nem mindjárt mondom. Megnézem inkább. Az lényeg, hogy nagyon kicsivel nő a nyereménye a helyezéseknél. Tehát, hogy 100 dollárt mindenki nyer. Igen, utána 250, 350. Igen, és utána az 50, hogyha már 50-en belül vagyok, akkor 250, 25-en belül 350, és akkor utána már 15-ön belül kell lenni a 600-hoz. És akkor 10. hely 900, az már nagyon-nagyon necces. Múltkor 12-dik lettem, vagy valami ilyesmi 13-dik. És az nagyon jó volt. Nagyon jólnak ment. Most kötték be a standinges weboldalt közben. Na, tehát mi 100-an vagyunk. Nem akarom elhinni én sem. Hát akkor nehezebb lesz, mint múltkor. Mert múltkor nem voltunk, csak 60-an. Akkor sokkal nehezebb lesz. Hát amúgy nem. Gamivó már nem is lesz, vagy már nincs is, Atamil, de amúgy az több volt. Egy kicsit. De ja, a 100 eurózás, 100, azt mondom, hogy a két, azt mondom, az 55, top 50 az, a top 50 az reális. 111. Top 50 reális, a top 25-nek, az a baj a triplix, hogy a kill az nem ér pontot, sajnos. Tehát, csak a helyezés. Annyiban jó a kill, hogy XP-t kapsz esetleg, és akkor több jobb helyezést érhetsz el. XP-t ér, igen. Hát jó, csak most ez nem feltétlenül jó az, hogyha ölsz, mert lehet, hogy addig több XP-t csinálnál, hogyha csak simán farmolnál. Szóval... ja. Na mindegy, én azt mondom, hogy a top 50 reális, és akkor nem tudom, lehet szurkolni a top 25-ért, esetleg még top 15-ért. Ja. Csak itt tényleg nekünk annyival kakásabb, hogy droppel fel, igen. Hogy nincs, a killekért nem kapsz pontot, és nem az van az, hogy te jó játékos vagy, hanem ki az, akivel nem fogsz találkozni. És ez egy kicsit azért rossz amúgy, mert még hogyha az is van, hogyha valaki bújtosik, akkor meg lehetett azzal verni, hogy mondjuk neked volt 3 killed például. Most meg az, hogy nem lehet bújtosni amúgy. Nem, itt lehet bújdosni, de nem igazán tudsz a 7 meccs alatt, nem tudom, 2-nél többször bújdosni. És az meg nagyon kevés. Tehát itt sokkal nehezebb bújni, mint egy, mit tudom én, PUBG-be volt. De ja, lehet bújdosni nyilván. Talán Elder Portált lehet climb-olni. Igen, hát ez van lefet, igen. Amúgy, hogyha bújdosol, akkor nehéz, nehéz jó eredmény, tehát jó helyezést elérni többször. Tehát mit tudom, hogy azt mondjuk, hogy van 7 game, abból egyszer meg tudod csinálni, az biztosan sikerül. A top 10 mondjuk. A top 10-nél jobban tudsz kempelni, ráadásul mondjuk egynél többször, hát ezt nem tudom, ki csinálja meg. Lehet, hogy van egy ember, aki megcsinálja itt, de nem hiszem, hogy több meg tudja csinálni. Ez publikus, nem? Ebben nem lehet szerkeszteni semmit úgyse. Nem. Mi nem? Hát nem, publikus. Most read only. Yeah. Na. Itt van elvileg a standing. Most látjátok, hogy hol vagyok. 45. Annyira nem is rossz. Például Erza a végén van. 83. Hát mert ABC sorrendben van azért. Az mindegy. Hát az a, hogyha több az ember, akkor kevesebb a farm, és az rosszabb. Ezt tudnám mondani. Eddig is az volt a probléma, hogyha beszopottál az elején, akkor nehéz volt visszajönni, mert nem volt farm, amit tudnál nyomni. Na, az is baj amúgy a killeléssel, hogy tehát, hogy viszonylag könnyű elfutni. Ha csak nincs valami move speeded extra, vagy movement skill, akkor marha könnyű elfutni.
És így, hogy 100-an vagyunk. Nem úgy, hogy nem eszünk 100-an összesen, de... tudom én, 89-en. Szia, Mestix. 89-en vagyunk. Nem, hát 100 ember van beírva, de nem hiszem, hogy leszünk annyian. Ja. Azért mondom, hogy kicsit nehezebb lesz, mint a legutóbb. Igen, nem lesz akkor farm. Valami hát nem lesz farm. Voltunk. Hát nem lesz farm. A legutóbb sem voltam úgy. Nem kérem, hogy baj legyen. Mármint olyan szempontból nem kérem, hogy baj legyen, ahogy néztem, így a játékosok fele az ilyen Minecraft gamer, akik a ingyen pénzért jöttek. Oké, okay, de hát jönnek, akik viszont tudnak játszani, megölik a Minecraft playereket, a szétbasznak utána engem. Egy mészsel meg egy karddal lehet izelni? Mindent csinálni? Jó kérdés. Ezért nem lehet slamelni, gondolom, karddal. Nem. De például cleavelni, meg elehitelni tudok, meg molten strike-olni. Igen. Úgysem akkor, ahogy hagytam, hogy az egyik weapon swap-ba bow van, a másikban meg a másik két fegyverem. Na, de gondolkoztam dualist, ilyen szempontból jobban megérni, mert kezd valami vandal, vagy ilyesmi. A dualist mondjuk pont nem, de... hát a dualist meg pont nem, mert shadow-t akartam mondani, mert nem azt mondtam. Dualistet mondta. Ja, akinek jó spawnja van, meg az hagyja, hogy jó spawn, hogyha jó skillgemet kapsz, amivel egyből tudsz befele menni, akkor az, nem, az nagyon sokat számít. Gyerekek. Azért mondom, hogy mivel ekkora a ping, és gondolj, hogy akinek mondjuk jó a pingje, jó gemet kap, azonnal bemegy, az tippak köze. Kekiné neki copy-pasztelte, az utolsó gyerek az kikopy-pasztelte a másik gyereknek, csak elfejtette átírni a nevét. Ezt... És copy-pasteltem, gondolom mindenki másról is. Hát én is, csak én azért figyeltem, hogy mi az, ami ne legyen a gyerek, meg ott a zugasz, hogy hatszadnétek a nevét írt. És 6 kör van amúgy, vagy 7, vagy mennyi van? 6 kör? 6 plusz. 6 minimum plusz, amennyi még ide. Jajjaj, plusz. Mi? PS-ről jönnek be? Mi? Ezt mondom, tudod. Hát most nézem azt a streamet, bemásolom, várjál. Az aki el... akkor van cross-platform kliens? Hát nem tudom, nézd bele! Az fix karakterekkel játszik. Hát ezt nem lehet, hogy kontrollerre tolja? Ne! Ez a városba megy be, úristen, mit csinál? Ez mit csinál? Ja, indulunk, vagy mi ez a GLHF? Gondolom beírta valaki. Ha. Leírom én is. Azt sem tudják, hogy csinálnám. Ja, de még ezért szállítom, hogy negyedkor indul az elsőkre amúgy, vagy valami ilyesmi. Persze, még ki se írták, hogy ez. Hogy mikor indul. Még az sincs, hogy... az sincs, hogy... az jót kérdez amúgy, hogy restart van-e megint, hogy két ember van egymás mellett. Havó 616-os tutoriálom BN. Amúgy, hogyha egymásra spawnolsz, én is rászpawnoltam a srácra, kilépsz, visszalépsz, árak. Igen, yeah, watching Havox 119. videó Royal. Watching Havox 2017. Royal Victory. Let me finish watching WinRip compilation, ugye? Mi volt múltkor a izé? A Guild Recruit? Ami is mi volt? Köszönöm, köszi szépen. Ott csinált valaki múltkor guildet egyébként, arra emlékeztem? Hát ott a guildnél lehet ráni, nem? Beírod, hogy XD és akkor create guild.
Mi itt van Helman, Jézusom, aha, PvP-ked. Istenem, Alkaiser. Köszi, Endre, köszi. De lesznek shrine-ok? Ja. Ezt mondtam, hogy most vannak shrine-ok elvek, de nincs kiírva. Amit can't wait to get by D&D Shriners. Shriners, monoks. Mit lehet venni a shopba? Ó, Mercurial Weapon effektet. Lehet MTX-et berakja? Várj, mennyi pontom lehet vajon? Iha. Az összes. Nincs pontom, várjál. Az azt jelenti, hogy tudok vásárolni. Ja, mindegy, ő is izé, privát kliensen akarsz vásárolni, nem mindegy. Izé, hát nem tudom, hogy az MTX-et persze. Ja, hát én... Vagy Swordfish Eye Steel-el, ugye? Where to find skill gem, guys? Hűha. Ma vannak dropok, ugye? Igen, igen, Tarsi. Jó, pontosan. Szia, Rertez! Tabula. Tabula az itt amúgy pont nem jó, mert azok hogy a fasz, hogy bírod ki manával egyébként? Nem is esik. Ne, van tabula, van tabula. Ha? Múltkor volt. A... Hát mindegy, spellekhez nem rossz az amúgy, hogyha nincs na... színed vagy szoketed. Spellekhez teljesen jó. Árnyisnél talán, vagy nem tudom, de ez annyi manába kell, nem is tudom. Nincs is hát mana regen egyébként, ahogy most nézem. Most mi, hát nem eszik. Tehát, hogy ha nincs chested, akkor mi ne raknád be? Amúgy meg, hogyha, érted, a chested nem olyan színű szoketekből áll, vagy nincs négy linked, akkor tabula az teljesen jó. Nem? Tehát, hogy... Hát ja, végül is. Jó kis tabula. ...75% reduced flask life recovery rate, az mondjuk durva. Ez hol van? Alul. Ez a, vein, a life, gain on, life gain on hit szerintem az van rajta. Hát ez a 4 az semmi amúgy. Szerintem. Flaskát tölt 70-et. Mire a 70-et kiütöd, érted? Hát csak. Igen, csak a flaska véges. Hát, ja. Hú, a Tireless Soldier az nagyon erősnek hangzik. Köszi, Engine, köszi. A Tavo a Chosen Venue Attack with a Non-Val Slam Skill, az micsoda is? Az a Tavo, az Chosen. Ez olyan, mint a... melyik az az support game, ami itt még egyet? Az Slam-es lenne? Nem, az olyan, olyasmi. Mint a Combust gyakorlatilag, vagy, mint ami a Chieftain-nek van vágod izéje. A Chieftain-nek az extra slam-je gyakorlatilag. Nem lehet az Advanced Skill Description-t így rányom. Ne, az olyan, mint a Slam Skill-ekhez használt, mi az a support? A Fist of War, de az Fist, nem. Olyasmi. Hát jó, nem az, nem az, de hogy olyasmi. Nem, hát az egy extra hit. Hát vágom meg, nem is azt a skill-t ismétli, de... Nem fognak újraindítani, amiatt, hogyha két ember van egy helyen. Az lett a válasz, you just have to run away, sorry. Ja, nem, hát abból nagy bohóckodás volt még. Ám az előzőben nem. De az azt követőbe, hogy mi az, tehát az, de azt meg tudod csinálni, amikor ő mondott. Ott, nem tudom, ott 8 restart volt. De azt meg tudod csinálni, amit akkor én mondott, hogy ha egybe vagy valakivel majd, akkor kilépsz belépsz, és úgy pozira rak.
Atlas Invasion Royale, na az! Na az! Persze harcolgatunk, hogy ez egy kósza acirilat nyomja itt a fénybaszlokat.